Sergio la prossima notte. A Tolna megyei oltási munkacsoport a Bonyhádi járás területén lévő települések polgármestereinek tartott konzultációt az oltási folyamatokról, tervekről és annak fontosságáról. Az egyeztetésre azért volt szükség, hogy minél gördülékenyebben történjen meg a vakcinák beadása, amiben a települések vezetőinek is nagy szerepe van, fejtette ki Horváth Kálmán, Tolna megyei kormány megbízott, a munkacsoport vezetője. A Tolna megyei oltási munkacsoport elhatározta, hogy az oltási folyamatokról, illetve az oltásról abban résztvevőkkel egy konzultációt folytat Bonyhádi járás területén lévő települések polgármesterének tartsunk egy oltással kapcsolatos részben eligazgató előadást, részben pedig egy olyan konzultációt, amiben ők is elmondhatják a véleményüket, hiszen az ő településükön lévő háziorvosi szolgálatok gyakorlatilag a megbízási szerződés alapján látják el az egészségügyi feladatokat, amiben természetesen beletartozik az oltásoknak a kiszolgálása is. Ezért úgy gondoljuk, hogy ők is érdekeltek abban, mármint a polgármesterek, hogy az adott településeken miként zajlik le az oltások beadása, milyen rendszer szerint az embereknek mik a jogaik ezzel kapcsolatban, és milyen teendői esetleg a polgármestereknek, hiszen minden egyes ember számára az országban fontos az, hogy a lehető leggördülékenyebben történjenek meg az oltások beadása. A munkacsoport vezetője azt is elmondta, hogy érkezett Sputnik oltóanyag is. Továbbá a hét második felében kapták meg a szociális otthonokban több százan a második vakcinát, így több mint 2000 ember oltása történt meg Tolna megyében. Az ide érkezett részben Sputnik, részben Pfizer, AstraZeneca oltóanyagokkal, részben oltanak a háziorvosok, illetve a Sputnik és a Pfizer esetében a háziorvosok oltópontokra, a megyei kórházba, a városi kórházba fognak arra jogosultakat, akik önként jelentkeztek erre beoltani. A kórházaknak az oltócsoportjai fölkeresik azokat a szociális intézményeket, ahol korábban már az első körös védőoltás beadása megtörtént, és most fog történni ezen a héten a második körös védőoltásoknak a beadása. Az egészségügyi kormányzat kialakított egy 8-as preferencia rendszert, nyilván ebben vannak előnyösebb és kevésbé előnyös helyzetben lévők. Ezt én úgy értem, hogy nyilvánvaló az egészségügyi dolgozók és az időségnek a leoltása az a kormányzat szempontjából fontosabb, míg a fiatalabb korosztály, aki egyébként nem beteg, annak nagyobb az ellenálló képessége, nyilván ők ebben a rangsorban később vannak. A lényeg az, hogy a pillanatnyilag rendelkezésre álló vakcinákkal gyakorlatilag ott tartunk, hogy a 60 évnél idősebb korosztályt tudjuk oltani, olyanokat, akik nem betegek, tudunk olyanokat is oltani, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. A 18 és 59 év közöttiek között pedig az AstraZeneca nevezető oltóanyagot szolgálják ki a házi orvosok, olyanoknak, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Tehát elég színes a paletta, én úgy gondolom, hogy szépen haladunk előre az oltási folyamatban Tolna megyében is.